Solis gyurmából készült karácsonyi formákat is színezhettek a gyerekek a Csengely Kulturális Központ könyvtára által szervezett kézműves programon, az adventi udvarban felállított adventi kuckóban. Igyekeztünk minden korosztályt megcélozni. A kicsiknek színezővel készültünk, készíthetünk angyalkát, amit a fára tudunk akasztani, mécsest, kis karácsonyi mécsest, készültünk mézes kalács figuráknak a kidíszítésével, Solis gyurmából készítettük el, illetve hóemberkét. WC-papír gurikát használtunk, föl újra hasznosítottuk, és akkor hóemberkét lehet készíteni belőle, ami szinte egy remek ajándék lehet. Sokan érkeztek szüleikkel, az adventi kuckó kiváló lehetőség a szabadidő hasznos eltöltésére. Gist Anna egyedül jött, hogy elkészítse kedvenc díszeit. Csináltam már egy ilyen hóembert, meg majd egy angyalkát fogok. Voltál már az adventi udvarba? Körülnéztél egy picit? Igen. Mi tetszett a legjobban? Hát... ott a hóember ott kint. Az jó, néz ki. Tervezed még, hogy kijössz többször is? Igen. Hogy készültek otthon a karácsonyra? Már díszítettünk. Hát van kint egy ilyen rénszarvasunk, meg bent is csináltunk már ilyen díszeket. A könyvtár vezetője és munkatársai segítettek is a gyerekeknek színezni, ragasztani, mécsest fabrikálni, vagy éppen papírangyalt hajtogatni. Szépen hajtogatjuk, fordítunk rajta egyet. Lassan kialakul ez a szép harmonika forma. Az adventi kuckó rendezvényei az adventi vásár nyitvatartása alatt folyamatosak délutánonként. Mindig más intézmény fogadja a kulturális központ előtt felállított kuckóban a gyerekeket. December 3-án, pénteken a Kincskereső Gyermekkönyvtár Mikulás Váró kézműves foglalkozásra invitálja az érdeklődőket.